Sok részű. Lehet azt is. Mosolyogva nézed és gombolod. Te a gombot nézd, engem. Vagy ne a kamerát. Gomb. Nem a gombot, oké. Én most már mindig ezt idetemdele. Ó, csíkos. Jaj. Nehogy hírjál. Valaki tudod négy egyébként zöltik, mert én nem vagyok talán. Mikor így. Megy akár én. Most nem érek rá, bocsi. Munka van. Igen, nyugodtan menjen az Oli, már itt van egy csomó ember. Jó. Pálinkáznak, vagy ilyesmi. Jó, de róla folyik a víz, basszus. Nekem is. Azért menj ki, mert itt meleg van. Igen, sírásig csináljuk. Ezetek szépen, és egy kicsit Niki foroghatsz is, megmutatod magad előről, hátulról. Visszanézel. Aha. Jó. Oké. One day when the company's done, we'll take the leave and go.
Szóval úgy értik pont múlt héten, hogy, tehát, hogy neked is jövő menjenek egy szülőhöz, szóval így elpiszenjük a két külön irányba külön-külön.
Semmi sincs szebb a világon, mint találni egy embert, akinek lelkébe nyugodtan letehetjük szívünk titkait. Akiben megbízunk, akinek kedves az arca, előzi lelkünk bánatát, akinek egyszerű jelenléte elég, hogy vidámak és nagyon boldogok legyünk. Kedves Nick és Benjamin, ezzel a szép idézettel köszöntelek benneteket ezen a csodálatos napon, házasságkötésetek napján. Köszöntöm a megjelent kedves vendégeket, tisztelt családtagokat, barátokat, ismerősöket és a házasságkötés tanúit. Kedves jegyespár, boldog izgalommal készültetek erre a napra, mely életetek egyik legszebb ünnepét hozta. Szívetekben régóta megerősödött az érzés, az összetartozás érzése, amit most hivatalosan is megkívántok erősíteni. A boldog mennyasszonyként és öregényként léptetek elém. Erre az állomásra a kölcsönös szerelem és szeretet útján jutottatok el, e percekben pedig nem csak elkötelezitek magatokat, de tanúságot tesztek egymás iránti hűségetekről, amikor szíveteket, lelketeket helyezitek a másik kezébe. Az ember egész földi létének lényege a másik fél keresése. Nem számít, ha valaki a tudás, a pénz vagy a hatalom hajszolása mögé bújik, akármit is ér el, soha nem lesz tökéletes, ha közben nem talál rá másik felére. Mert nincs két igazi. Mindkét félnek csak egy másik fele van, és ti már megtaláltátok azt a felet. 1990. március 16-a egy szép tavaszi nap volt. Legtöbbünknek azonban semmit sem mond ez a dátum, de három ember életének nagyon fontos napja volt ez. Az egyik egy boldog anyuka, aki ezen a napon tartotta először kezében pici fiát, a másik egy büszke apuka, aki boldogan újságolta a családnak, barátoknak, hogy megszületett az ő kis hercege. Két évvel később pedig megszületett egy tündéri kislány, aki nem sejtette, nem is sejthette, hogy a neki rendelt pici szív már megszületett. Aztán teltek az évek, a kisfiú és a lány is felnőtt. Útjuk során keresték a boldogságot, mely az igazi társ megtalálását jelenti. Niki és Benjamin 2013-ban ismerkedett meg egymással a Balatonszám Fesztiválon egy közös barát által. Benjamin egész este Niki körül egyeskedett, másnap pedig már úgy köszönt Nikinek, hogy szia szerelmem, és megköszönte a karját. Niki gondolta is magában, micsoda szemtelenség ez, nincs ki mint a négy kereke ennek a fiúnak? De persze, azért titkon neki is tetszett a dolog. A fesztivált követően mindenki betegen otthon lábadozott, s ekkor Benjamin vette a bátorságot és írt Nikinek. Kezdetben csak telefonon beszéltetek egymással, majd a Sziget Fesztiválon ismét találkoztatok. Ekkor már mindketten éreztétek, hogy ez közösség a barátságnál. Az első igazi randevúra a fővárosi állatkertben került sor, majd egy budapesti fürdőben találkoztatok újra, és ezután végérvényesen eldőlt a sorsotok. Egy pár lettetek, s elkezdett szövődni köztetek egy szép szerelem. Szerelem? Mit is jelent ez a szó? Könyvtárakat tölt meg, arról a szóló irodalom, de ki tudja megmondani, hogy 10 vagy 100 millió ember közül miért pont az egy kell, aki már nem csak érdekel, hanem akit szeretünk, akit azt akarunk, hogy ő is szeressen, akit féltünk, és azt szeretnénk, hogy ő is féltsen, akire vigyázunk, és azt akarjuk, hogy ő is vigyázzon rám. Az évek alatt szépen egymáshoz csiszolódtatok, megtaláltátok egymásban a lelki társat, nagyon jól kiegészítitek egymást. Benjamin végül nagy lépésre szánta el magát, és megkérte neki kezét, amelyre mindannyian tudjuk a választ. Talán évekkel ezelőtt nem is gondoltátok volna, mikor megismerkedtetek, hogy a ti életetekben is elkövetkezik, majd az a csodálatos nap, mikor végre egyé válhattok. Benjamin. Te megtaláltad mennyasszonyod személyében azt az igazi nagybetűs nőt, akit egész életedben kerestél. Nagyon szereted Nikiben, hogy jó a humora, és a legváratlanabb szituációkban is meg tud viccelni. Számodra ő a világ legszebb nője, mindig gyönyörű, és minden jól áll neki. Hasonlóan gondolkodtok, hiszen ő is nyitott mindenre, társasági ember.
vagyok, büszke vagy rá, és szereted, hogy ilyen széles egyéniség. Niki, neked nem csak a nagybetű szerelmed, hanem a társad is egyben. Niki, nem kétséges Benjamin számodra a nagybetűs ő, aki szerelmed, barátod és támaszod is egyben. Mellette mindenhol biztonságban érzed magad. Szeretett csipkelődő humorát, azt, hogy mindig meg tud nyugtatni, mindenre van megoldása. Tiszteled és felnézel rá. Nem csak szavakkal, hanem tettekkel is érezteti, hogy mennyire szeret téged. Az a fajta ember, aki a jéghátán is megél. Értékeled benne, hogy férfi létére nagyon finom fogásokat főz. Imádtok együtt utazni, nagyokat és finomakat enni, újabb és újabb élményeket gyűjteni. Lehet, hogy ez a társa közvetlen közelünkben él, és úgy találunk rá, de az is lehet, hogy több ezer kilométer választ el tőle, és az élet, illetve a szerelem csodája az, hogy mégis találkozhatunk vele. Benjamin megtalálta azt a lányt, aki mint öröktől fogva az övé. Kézen fogta, és elhozta ide, és remélem, hogy Niki boldogan jött vele. Most életetek egyik legszebb pillanatához érkeztetek el, melyet biztos sokféleképpen képzeltetek el. Megjelentetek nálam tele reménnyel, vágyjal, szeretettel, hogy egymást házastársul válasszátok, és együvé válásotokhoz kimondjátok a boldogító igent. Kérlek, ehhez álljatok fel, álljatok egymásra szembe, és fogjátok meg egymás kezét. Kedves Niki és Benjamin! Házasodási szándékotokat a törvényben előírt módon bejelentettétek. A házasságkötést megelőző eljárás során az általatok benyújtott iratokból és nyilatkozatokból megállapítottam, hogy házasságkötéseteknek törvényes akadálya nincs. A házasság azonban csak akkor válik érvényessé, ha most előttem és a megjelent tanúk előtt mindketten igennel válaszoltok a hozzátok intézett kérdésemre. Kérdésemet először a mennyasszonynak, majd a vőlegénynek teszem fel, és megkérem, hogy mindketten hangos igennel vagy nemmel feleljetek. Kijelenti a Halmai Nikolett, hogy az itt jelenlévő Torda Benjaminnal házasságot köt? Igen. Köszönöm. Kijelenti a Torda Benjamin, hogy az itt jelenlévő Halmai Nikolettel házasságot köt? Igen. Köszönöm. Megállapítom, hogy előttem és a két megjelent tanú előttet házasságkötésre irányuló egybehangzó nyilatkozatok alapján Torda Halmai Nikolett és Torda Benjamin a mai naptól házastársak. Megkérem a tisztelt feleséget. Tanulj el, írja le az emlékkönyvet. Köszönöm, és végül megkérem a fiatal. Kedves házaspár! Az aranygyűrű ősidők óta a tartosság, a szerelem és az összetartozás szimbóluma. Kerek formája az örökké valóságot jelenti, és azt fejezi ki, hogy a szerelem és az egymás iránti vonzalom mindig körülvett egymásba. Egyszer s mindenkorra. Viseljétek ezt a karikagyűrűt emlékeztető jelként, ami a legnemesebb emberi köteléket hitelesíti. A gyűrű felhúzása után pedig köszöntsétek egymást az első hitvesi csokkal. Thank you.
időkapszulává lett Ládika, egyelőre üresen. Emlékeitek és reményeik őrzője lesz hamarosan. Az esküvővel készülődve írtatok egymásnak üzeneteket. Tegyétek a dobozkába emlékeiteket, jó kívánságaitokat, mindent, ami fontos nektek, és erre napra emlékeztet benneteket. Vigyétek majd magatokkal az időkapszulát, hogy amikor pár év múlva felnyitjátok, az visszaröpítsen benneteket erre a napra, elhozza ifjúságotok egy darabját. Emlékezzetek a az öröm ünnepe és a termékenység szimbóluma. Kívánom, hogy házasságotok legyen olyan örömteljes és különleges, mint kettőtök számára, mint most a fröccs, amelyet ketten együtt fogtok elkészíteni. Ennek szimbólumaként megkérlek titeket, hogy a két italt egyesítsétek összetartozásotok és szerelmetek jelképeként, hogy ez legyen házas életetek első fröccse. Tisztelt szülők! Bizonyára önök is emlékeznek az örömre és a boldogságra, amikor a gyermekeik megszülettek. A Halmai családba egy kislány érkezett, míg a Torda családba egy kisfiú, amely életük talán legszebb pillanata volt. A gyerekek, akiket szeretettel nevelgettek, felcseperedtek, és a szülőktől elszakadva kikerültek az élet forgatagába. Más kapcsolatokra kezdtek el vágyni, és így történt, hogy gyermekeik egymásra találtak, és a mai napon külön családdá váltak. Arra kérem önöket, fogadják szeretettel menyüket, vegyüket, és kívánom erőben egészségben kísérjék figyelemmel a fiatalok életét. Ennek jegyében először felolvasnám Niki gondolatait a szüleihez. Hálás vagyok a szüleimnek, hogy gyerekkorom óta mindenben támogattak és mellettem álltak, és ez ma sincs másképp. A tudat, hogy ők vannak és olyanok, amilyenek, minden egyes nap biztonságérzetet ad nekem. Hálás vagyok ott három testvéremért és azért, hogy összetartó család vagyunk, és mindig tudom, hogy számíthatunk egymásra. Hálás vagyok érte, és mindig büszke voltam rá, hogy ilyen fiatalos szüleim vannak. Többen hitték már azt, hogy anyukám a nővérem, vagy hogy apukám a pasim. Ezeken a szituációkon mindig jókat mulattunk. Nagyon lazák, és minden buliban benne vannak. Nem csak a szüleimnek tekintem őket, hanem barátaimnak is. Apukámtól örököltem a sport szeretetét, anyukámtól pedig a táncét. Hálás vagyok, hogy sokat utaztunk együtt, télen síelni, nyáron nyaralni, ezek nagyon kedves emlékek a számomra. Hálás vagyok, hogy megtanítottak szívvel szeretni.
Hálás vagyok érte, hogy nyitottnak, szociálisnak, kitartónak neveltek, és olyannak, aki helytáll a nehéz helyzetekben is. Hálás vagyok Ritának is, aki már nagyon korán a megismerkedésünk után a szívembe lopta magát, hiszen mindig szeretettel fordult felém, a testvéreim felé és egész családunk felé, és mindig összetartott minket a kezdetektől fogva. Hálás vagyok Zolinak, hogy olyan igazi otthon teremtett, ahol béke és nyugalom van, és ahová tudom, hogy bármikor nyugodtan hazamehetek, szívesen várnak. Nagymamámnak pedig hálás vagyok, hogy sokszor vigyázott, főzött rám, kiskoromban bármikor, amikor csak kértem, csinált zöldbablevest, mamaféle milánói spagettit. Általános iskolában a suli után hozzájártam ebédelni, és képes volt minden egyes nap felhívni, és megkérdezze, itt főzzek Manikikém. Ő tanított meg kártyázni, és sokat is kártyázott velem. Nagyon szerettem, és hálás voltam minden alkalommal, mikor ők jöttek hozzánk hétvégén, azok voltak a legjobb hétvégék, és azok voltak a legjobb karácsonyok, mikor ők is ott voltak nálunk, Csaba babával. Hálás vagyok, hogy egy csupaszív nagymama, akinek mindig van hozzám pár jó szava, és nála mindig nyitott fülekre találok. Hálás vagyok, hogy itt van velünk, és hogy együtt ünnepelhetünk. Most pedig Benjamin gondolatait olvasnám fel a szüleihez. Elsősorban azért vagyok hálás a szüleimnek, mert szeretetben és biztonságos környezetben neveltek fel. Méghozzá egy testvérrel együtt, aki nagyon fontos nekem. Sosem szenvedtem hiányt semmiben. Hálás vagyok azért, mert olyan embert neveltetek belőlem, akinek nem kell szégyenkeznie a hiányosságai miatt. Megtanítottak szépen enni, viselkedni és megfelelő erkölcsi értékekre, ami alapján helyesen tudom élni az életemet és jó boldogulok. Büszke vagyok rájuk és hálás vagyok érte, hogy egy a világra nyitott és érdeklődő felnőtt embert faragtak belőlem. Ennek hála, mindenhol jól érzem magam, és mindenhol elboldogulok. Illetve az életem egy nagy kaland, ami felfedezéssel és új dolgok kipróbálásával, tanulásával telik. És nagyon büszke vagyok, hogy mindenki azt mondja, milyen jó fej anyukát, milyen jó fej az apukát. Tényleg, ők a legjobb fej szülők a világban. Kedves Miki és Benjamin, lépjetek most oda a szülőkhöz, megköszönöm a törődést, a felnevelést, és nyugodtan mondjátok el, mennyire hálásak vagytok mindezért. She lives home in early morning, waving goodbye with an absent-minded smile. I watch her grow with a surge of that well-known sadness, and I have to see. My fingers all the time.
kedves házasok, szeretnék nektek valami felemelőt, valami emlékezeteset mondani. Jó lenne, ha szavaim elkísérnének benneteket, új életetek felhőtlen és borongósabb napjain is. Bár csak tudnék tanácsot, biztos utasítást adni a házassághoz, de ezt még én sem tehetem. Mindenki maga irányítja az életét, saját maga szervezi meg közös életének minden napjait. A titok talán a megértés, az egymás feltétel nélküli elfogadása. Szeressétek egymást minden körülményben úgy, mint most. Legyetek elnézőek a másik apró hibáival szemben, és alakítsátok olyan már életeteket, hogy mindketten elégedett emberekké váljatok. Kedves Niki! Bizonyos, hogy számodra a mai nap nagy jelentőségű, mely a boldogságra szívedben készültél. A mai napon szép hivatást kaptál, feleség lettél. Ez a hivatás arra jogosít fel, hogy hosszú éveken át aranyozd be üdességeddel, kedvességeddel, férjed életét, őrizd a családi tűzhely melegét. Ez a szívedet, aki büszkélő melletted, szíve minden szeretete, a tiéd. Legyél férjednek mindig segítő, hű társa, boldog feleség, és majd nagyon boldog édesanya. Kedves Benjamin! Niki mellett megtaláltad a boldogságot, azt a társat, akivel ajándék, minden együtt töltött perc. Nagy kincset vontál be az életedbe, az igazi társat. Vigyázz rá, teljes szíveddel szeresd őt, hiszen most már te jelentesz számára mindent, az otthont, a családot. Nézd meg jó feleségedet, aki testben és lélekben, ünnepi öltözetben ül melletted. Ilyen szépnek lásd majd őt örökké. Nagyon szeresd feleségedet, és akkor a te életed is boldog lesz. Legyél mindig segítő, hű társa, boldog férj és nagyon boldog édesapa. Kedves házaspár! A mai napon az igen szó kijelentésével megerősítettétek, hogy a közös utat, amilyen együtt elindultatok, együtt is folytatjátok tovább. Őszintén kívánom, legyen mindig időtök egy pillanatnyi mosolyra, mert a mosoly az arc ékszere. Nevetni, mert a nevetés a lélek legszebb zenéje. Játszani, mert a játék a fiatalság titka. Szeretni, mert a szeretet gyógyít, nem csak azt, aki kapja, de azt is, aki adja. Mielőtt átadnám az emléklapot, nagyon boldog házasületet kívánok nektek. Gratulálok az ifjú párnak! Tartatod majd egy... Ez az. Úgy. Szuper. Jaj!
meg kell beszélni. Hallottam, hogy elmentetek a izébe a Gáborhoz. Igen, hallottam. Egy, kettő, három, és mehet? Egészség. Oké. Thank you.
Így van, most pedig szépen zsebre tesszük a kezünket, egy kicsit oldalra állunk. Fizetésemelés. Elmarad. Megint elvetted a kedvüket, Sabi. Az első képen egy nagy mosolyt kérek mindenkitől, hogy aztán a másodiknál kicsit megemeljük. Voltam ennyi posimban. Gyuri, fogd már fejjel jól. Figyelem! 3, 2, 1! Most jön, mintha jól este. Miki, hol van? Oké. Miki, kezeket fel! 3, 2, 1! Ez volt a meglepetés! Megvolt, akkor most jöhet a hivatalos! Oda nézzel mindenki! Lehet egy ilyen csokorfeltartás! Szuper! Elsőre. Akkor jöjjön a feladat, első! Ó! Mindjárt elindítjuk a zenét! Uraim, elkészültünk? Betörni ér! Sőt, erősen ajánlott! Azt mondta Benyámin, kivéve a fiam kapja el, aki elkapja a haricsakötőt, az 3, 2, 1! Szélszaka viselheti, ő a mai esküvő rabója! Egy kezes képet kérünk szépen! Ide nézzetek, nagy mosolyt, és akkor 1, 2, 3... Oké, jó, mindenki megvan, figyelem, úgy most egy picit elforduljunk szembe, azaz, tökélet. Mindenki nagyon fiatalos. Oké, rám nézzetek nagy mosolyt, és akkor 1, 2, 3... Thank you.
Thank you.